2023-as év minden szempontból nehezen indult, hiszen a gazdasági és energiaválság az önkormányzatra is hatással volt. Nem csak az önkormányzatra, hanem a vele járó infláció az emberek életére is. Az elmúlt három évet figyelembe véve összességében sikeresnek mondható a tavaly év, hiszen a nehézségeket szülő pandémiás és háborús helyzet ellenére sikerült nagyszabású, nagy látogatottságú programokat szervezni a városban. Kezdte évértékelőjét dr. Úrich Attila Nyíregyháza kulturális területért felelős alpolgármestere. Kiemelte, a nyíregyházi kulturális intézmények nagyon stabil bevételi háttérrel rendelkeznek. Az elmúlt közel tíz évben mindegyik nagyon jelentős fejlődésen ment keresztül, nem csak a szakmai területet, hanem a bevételüket tekintve is. Visszatértek a pandémia előtti szintre a számok, sőt, Sőt, azt gondolom, hogy jó néhány esetben felül is múlták azokat. Ez azt jelenti, hogy minden egyes intézményben egy nagyon stabil szakmai munka folyik, egy nagyon stabil szakmai munka, amelyet jól tudnak kommunikálni, közvetíteni a nyíregyháziak, a megyeiek, vagy épp a határon túliak felé különböző aspektusból nézve a dolgokat. Az alpolgármester leszögezte, az energiaválság ellenére jó évet zártak a kulturális intézmények. A tavalyi évben mind a megyei könyvtár, mind a múzeumok növelni tudták látogatottságukat. A Kálai gyűjtemény 30 éves története alatt először lépte át a 20 ezeres látogatói küszöböt. A kiváló szakmai munkát a számos színes program és a díjak is fémjelzik. A könyvtár és a Kálai gyűjtemény két díjjal lett gazdagabb, míg előbbi a Családbarát munkahely és az Év foglalkoztatója címet, addig utóbbi a Családbarát munkahely cím mellett a Kutyabarát Múzeum elismerést tudhatja magáénak a Váci Mihály Kulturális Központ programszervezésben nyújtott kimagasló teljesítményért vehetett át díjat nemrég. Azt gondolom, hogy, hogy, egy nagyon stabil bevételi háttérrel, amit tudnak a, az intézmények, és az elmúlt kilenc évben mindegyik nagyon jelentőset fejlődött, nem csak szakmailag, hanem, hanem a pénzövételek területén is. Azt gondolom, hogy jó úton járnak. Az igazgató, asszonyok és urak megtesznek mindent, hogy a, hogy a kollégák a maximumot hozzák ki magukból, és azt hiszem, hogy a nem túl ideális környezet ellenére ki is hozzák a maximumot. Nagy rendezvények tekintetében a 2024-es év is sokat ígér. Január 22-én a Váci Mihály Kulturális Központban rendezik meg a Magyar Kultúra Napját, ami három év alatt a legnagyobb naphoz kapcsolódó rendezvénynek ígérkezik. Február 24-én indul az élet a Sóstói Múzeum faluban is. Böllér Fesztivállal várják az érdeklődőket. A tavaszi programok közül kiemelkedik az április 27-i egyháza és a május 17-e és 18-a -e közötti városnapi rendezvénysorozat.